Érkezik egy vásárló az egyik szekszárdi ékszerüzletbe, már maszkal az arcán lép be a boltba, kérésre a kezét is lefertőtleníti, mielőtt az ékszerekhez nyúlna. Nem sokra rá egy másik vevő is belép a boltba, ő is eltakarta az arcát a lányától kapott szövetből készült maszkkal. Azt mondja, hallott a bírságról, de nem ezért tartja be a szabályokat, hanem azért, mert nem akar megbetegedni, és másokat sem szeretne megfertőzni. Minden, ami elő van éve, muszáj az saját maga érdekében, nem? Az ékszerbolt eladója azt tapasztalja, hogy elvétve fordul elő, hogy valaki megszegné a védelmi intézkedéseket, vagyis ne viselne maszkot, ne fertőtlenítené le a kezét. Ha pedig a vevő mégsem tudja, mivel eltakarni az orrát vagy száját, adnak neki erre alkalmas eszközt. A protokoll, tehát hogy ugye maszkviselés, bárhova belépünk, fel kell venni a maszkot. Nálunk ugye mi különösen figyelünk az előírásokra, mert egyrészt fémekkel dolgozunk, tehát hogy nekünk ez egy nagyon fontos opció, tehát magunk felé és a vásárlók felé is. Ugye elsősorban kézfertőtlenítő, tehát hogy ugye nálunk ki van helyezve, és szeretjük, hogyha a vásárlók is betartják a protokollt, tehát hogy nekünk ez nagyon fontos. Az Országos Rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a szabályok betartatása alapvetően az üzlet vagy a tömegközlekedési vállalat üzemeltetőjének feladata. A rendőrség abban az esetben jár el, ha szabálysértést észlel, illetve az a tudomására jut. A rendőrök a szabálysértőt ennek megfelelően figyelmeztethetik, helyszíni bírságot szabhatnak ki, vagy szabálysértési feljelentést tehetnek. A bírság mértéke 5000 forinttól 500 ezer forintig terjedhet. Július közepéig több mint 8 millió forintnyi helyszíni bírságot szabott ki 312 ember ellen a rendőrség. Május 4-e, vagyis a védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet életbe lépése óta. A legfrissebb adatokból pedig az derül ki, hogy a több mint 4 hónap alatt a rendőrség országosan 1385 esetben figyelmeztetést alkalmazott, 645 fővel szemben szabott ki helyszíni bírságot, és 867 szabálysértési feljelentést tett a védelmi intézkedés megszegése miatt.